Tudom, hogy nagyon sokszor volt már erről szó, de mégis úgy éreztem, hogy fontos erről beszélni, hiszen a legtöbben még mindig úgy tűnik, hogy valami oknál fogva nem értik ezt a nagyon fontos tényt. És ez pedig röviden annyi, hogy mindenki, minden karakter, akit az írásból ismerünk, úgy a tanak vagyis az Ószövetség, mint a Karasa, az Új Szövetségben, kivétel nélkül az Ószövetséget tekintette írásnak. Elmondom még egyszer, mindenki, akiről olvasunk az írásban, a 66 kanonizált könyvről van szó, az Ó és Új Szövetség, a Biblia, amit mindenki ismer, minden egyes karakter, aki abban szerepel, kivétel nélkül, csak és kizárólag az Ószövetséget tekintette Elohim szavának és szentírásnak úgymond. Ennek egy nagyon-nagyon egyszerű oka van, és ezt meg fogom mutatni itt mindenkinek. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy tegye félre az érzelmeit, lassítson le, és értse meg azt a tényt, hogy az új szövetség nem létezett akkor, amikor a Messiák, vagy Saul, vagy az apostolok a Földön jártak. Csak és kizárólag a tanák létezett, ami a mózesi törvények, a proféták, illetve a zsoltárok gyűjteménye. Ebből tanított mindenki. Remélem, hogy ez, ez érthető. Ez a Wikipédia, de mindjárt meg fogunk nézni egy másik forrást is. Akinek ez nem tetszik, járjon utána egészen nyugodtan. Értse meg mindenki azt, hogy az, amik, amit ma mindenki ószövetségnek hív, amire azt mondják, hogy ezt fölösleges használni, már az új szövetségben vagyunk, ezt el kell felejteni, ez átok, stb. Ez az, amit ők használtak, ez az, amiből ők meggyőzték egymást, hogy a messiák létezett, ez az, amiből a jó hír terjesztették, ez az, amiből újabb tanítványokat és embereket nyertek meg az úthoz, az amit ma mindenki, legalábbis a legtöbb ember ószövetségnek hív, és nem használ, az az, amit mindenki az írás során használ. Ezt nagyon egyszerű bebizonyítani. Számtalan példa van rá, kettőt meg fogok mutatni. Lukács 24, 44, 45 így szól. Ez a Hamásiák, Jézus a megváltó. És mondanékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valég, hogy szükség beteljesedi mindazoknak, Amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és az oltárokban én felőlem. 45. akkor megnyilatkoztatázó elméjüket, hogy értsék az írásokat. Számukra ezek voltak az írások, amelyeket használtak. Mert nem létezett más. Akkor hogy létezik, hogy a, a mesiáknak ez jó volt? Jó volt az összes profétának, az összes apostolnak, tanítványnak, mindenkinek, aki a korai időszakban megtért. Ennek ellenére ma nem hajlandó kinyitni ezt a legtöbb ember. Hogy lehetséges az? Nézzük, mit mond erről Saul. Timóteus azért második levelének harmadik fejezetében, 15-17-ig így ér. Értsük meg azt, hogy amiről a Messiák beszélt, a Mózes, a Proféták és a Zsoltárok csak és kizárólag ezt tartották írásokat többi nem létezett. Így szó Saul. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé az üdvösségre, a Hüsek való hit által. Ezek az írások, amiket az imént a megváltó említett, ezekről mondja Saul, hogy ezek bölcsét tehetnek az üdvösségre. Nem tudom, hogy ennek a súlyosságát érti mindenki valójában, hogy mi az, amiről szó van. Arról beszél, hogy a tanák, az Ószövetség az, ami bölcsét tehet üdvösségre. De nem csak, hogy ez, hanem 16-osban így folytatja. A teljes írás Elohimtől ihletett, és milyen hasznos a tanítása, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Elohim embere minden jó cselekedetre felkészített. Annyira gyönyörűen fogalmaz Saul, és ennek ellenére a legtöbben mégsem hajlandók ezt elfogadni. Értse meg mindenki azt, hogy nem létezett az új szövetség. Az, amiről itt beszél Saul, a teljes írás, ez a proféták, a zsoltárok és a mózesi törvények. Úgy, ahogyan azt megmondta Lukács, 24-44-45-ben a siák. Értse meg mindenki azt, a megváltó, és Saul ugyanazt próbálja magyarázni. A szentírás, ami Elohimtól ihletett, az nem az új szövetség, hanem az ószövetség. Az új szövetség nem létezett ekkor, Ő, ők nem tudták, hogy ezeket a dolgokat össze fogja valaki állítani. Nem tudhatta, Saul, hogy az ő levelei majd egy egyszer bele fognak tartozni a 66 könyvbe, amit mi úgymond Bibliának hívunk. Nem tudhatta, hogy Máté, vagy Lukács, vagy János, hogy ezeket össze fogják gyűjteni, és ezek majd részét fogják képezni annak, amit akkor ő szentírásnak hívott. Ő, ő számára ezek nem léteztek ezek a dolgok. Honnan tudjuk azt, hogy nem léteztek, úgyhogy itt van leírva? keletkezési idő és szerző, ez a hagyomány alapján. 40 és 70, 40 és 70, 61, 63 Lukács, János 70 és 100 között, apostolok 63 és 80 között, római levél 60, korintusi az összes levél 55-60 körül íródott. 30 évvel a misiak után ez a hagyomány alapján a történet kritikai bevezetés tudomány álláspontja szerint 60 és 70 között íródott Máté evangéliuma. Illetve akkor került felszínre, akkor kezdték el használni. 60 és 70 között, az első század végén és a második században János evangéliuma. Az első század végén, 70 évvel, a siák halála után. Apostolok cselekedeti 63-80 évvel a Mesiák után. Ezek, ezek mind-mind évtizedekkel azután, hogy azok az események, amik lejátszódtak a, az írásban, íródott. Ezeket nem használhatták azok az emberek, akik ott ö, tevékenykedtek. Arról nem beszélve, hogy fogalmuk sem volt, hogy ezt egy nap egyenrangúvá teszik majd a teremtő szavával, amit kielentett. Izrael népének, a Mózes törvényeiben, a profitákban és a zsoltárokban. Azt fogalma se volt Saulnak, vagy Jakabnak, vagy első Péternek, hogy az ő leveleik majd egy napon részét fogják képezni annak, amit Szentírásnak hívnak, és ez alapján fogják majd a teremtő szavát gyakorlatilag semmivé tenni. Mikor megszülettek ezek az írások, akkor még ez nem lehetett írás. Nem hívhatták szentírásnak Máté összefoglalóját erről az eseményről. Eszébe nem jutott volna senkinek, hogy Máténak ezt a dokumentációját egyenrangúvá tegye Mózes törvényeivel, vagy a profétákkal, vagy a zsoltárokkal. Remélem, hogy ez világos mindenki számára most már. Ez a presbiter.hu presbiterképzés.hu weboldal, ami nem tudom, valamiféle katolikus vagy keresztény zűrzavar lehet, azonban a lényeg az, amit itt látunk. Így az első keresztjének tulajdonképpeni bibliája a zsidó örökségből átvett kanonikus szent iratok gyűjteménye volt a Tanák. Törvény, proféták, írások. A, e, itt egy idézet, a kereszténységhez hasonlóan a zsidóságban is csak a Krisztus utáni harmadik, negyedik században történt meg a szent iratok számának végleges meghatározása, és a folyamatra egyáltalán nem illik a kanonizálás elnevezés. Egy újabb mondat itt, az új szövetségi szerzők gyakran idézték az ószövetségi iratokat, sőt értelmezték is azokat. Ha ők akkor ebből tanították egymást, ha ők értelmezték, olvasták, akkor miért nem tesszük mi ezt most? Mikor semmi nem változik, mikor megmondta, hogy ő nem változik. Malakiás 3 én meg nem változom. Akkor miért gondoljuk azt, hogy megváltozott? Mikor teljesen egyértelmű, hogy mi az üzenete. Mutatok egy példát, hogy hogyan is kell a valóságban használni az írást. Számtalan idézet található az új szövetségben, amelyet az úgynevezett Ószövetségből vettek. Körülbelül 160 az, amit egyszerűen bárki meg tud találni. Úgyhogy szerintem ez elgondolkodható kellene, hogy legyen mindenki számára, hogyha ennyiszer idézik, akkor biztos, hogy van valami jelentősége. Nézzük meg ezt, Mati, Yahoo 2239. A második pedig ehhez hasonlatos. Szeresd fele barátozat, mint magadat. Erre ugye a legtöbben azt mondják, hogy Ennyi, ez az, amit nekünk csinálni kell, szeres vele mint magadat. Arról ugye fogalmas senkinek, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. És két törvény van, szeres Jahuát, mint te magadat, szeres vele mint te, magadnak, te magadat, és viszont látásra. Nézzük meg, mit mond Márk ugyanerről. 31-es, Márk 12, 31. Második pedig hasonlatos ez, szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Lukács megerősíti ugyanezt, 27-es vers a 10-es fejezetből, ez Jehusák szava. az pedig felelvén mond a szeresd Jehuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mind a három teljesen egyetért abban, hogy ez az ember feladata. Nézzük meg, hogy mit ír Lukács a 26-os versben. Ő pedig mondta, ez ugye a húság, ha másik, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Mire utal? Visszautal az írásra, arra, amit ők akkor szentírásnak, Elohim szavának tekintettek, amiből az embereket tanították, és meggyőzték őket arról, hogy járják ezt az utat. Erre ő azt válaszol, hogy erre, erre ő mit javasol, hogy a törvényben mi van megírva, mit olvasod? Ugye az van megírva, hogy szeresd a huát, a te hatalmaságot, a teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből. Ez, akit érdekel, megtalálhatja Deberim 646, azaz 5 Mózes 646. Ez az idézet. A másik is a fele mint magadat. Ez pedig meg fogjuk nézni mindjárt a Ikra 19.18, 3 Mózes 19.18. A lényeg azonban nem ez. Miért is mondta ezt? Mire fel javasolta ezt? 25-ös versből kiderült. És ímé egy törvénytudó fel kell -e őt és mondani. Egy törvénytudó, aki ismeri a törvényeket. Aki nem egyszerűen csak ott termet, fogalmasa volt semmiről, hanem pontosan tudja, hogy mi az, amit a törvények mondanak. És ezt kérdezi. Adonai, mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Más szóval, mit kell tennem ahhoz, hogy eljussak a királyságba, és örök életem legyen. Hogy üdvözüljek. Hogy éljek, hogy megmentsen, hogy kegyelmet kapja. Mi az, amit tennem kell? Mi a válasza erre a mesiáknak? A törvényben mi van megírva, mint olvasod? Akkor, ha azt javasolja neki ott, hogy olvassa a törvényt, tanulja meg, értse meg, az az, ami az élethez vezet. Akkor hogy gondolhatja bárki józan észre, hogy mikor meghal, ez megváltozik, de ő még itt van, tanítja egy másik dologra az embereket, ami aztán megváltozik az ő halála után. Ezt ez tanítja, míg itt van, azért, hogy mikor meghal, az megváltozzon. Hogy, le, hogy lehetséges az, hogy ezt valaki komolyan gondolja, és nem érti azt, hogy mi ennek az egésznek az üzenete. Az a kérdés, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Mi a válasz? A törvényben mi van megírva, mint olvasod? Mi van megírva? Szeresd a huát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből. Debarim. 6, 4, 6, 5 Mózes, 6, 4, 6, ez az idézet szó idézet onnan, Mózes törvényéből, a másik szintén egy szó szerint idézet onnan, 3. Mozes 19 Bosszú álló ne légy, haragot ne tarts te népet fiai ellen, hanem fele barátodat, mint magadat én vagyok, ja hú. Akkor hogy lehet az, hogy mindenki azt magyarázza, hogy a szeretet jött el az új szövetségben? Mikor a kezdet kezdetétől így volt? Hogy lehet az, hogy valaki komolyan gondolja, hogy eljön a -e mesiák? Feláldozza magát azért, hogy tanítsa az embereket a törvényre, a profétákra, hogy hogyan kell élni, hogyan vannak az ünnepek a szombatnap, hogyan kell egymáshoz viszonyulni. Mi, mi a viselkedés mód, hogyan kell cselekedni. És mikor meghal, ez megváltozik. Így működik a két könyv. Az új szövetség az a gyakorlati megvalósítása a törvényeknek. Az Ahogyan az ember teljes lélekből, teljes szívből, teljes erőből, teljes elméből ezeket cselekszi. Aki nem ismeri őket, az nem tudja cselekedni. Mondogatni mondogathatja az idők végezetéig nem fogja tudni cselekedni. Ezért mondja azt, Misli, példabeszédek 28-9, aki elfordítja fülét a törvénynek hallásától annak még az imádsága is egy utálatosság. Nem lehet nem ismerni a törvényeket, és azt mondani, hogy mi az úton járunk, és az ő akaratát keresünk. Az ő akarata a törvények. Még egy csodálatos dolog létezik, amit a technológia segítségével meg tudunk valósítani. Mivel tudjuk, hogy arról beszél, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat az új szövetségben, visszamegyünk a tanákba, az új szövetségbe, Megkeresük, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Ezután lehetőségünk van arra, hogy megnézzük a konkordanciába, hogy mit jelent az a szó, hogy szerest. A szerest szó az nem más, mint a héber szó. Strong's H-157 A have A have And the form just below that. A hev, Vagy a, hev. a szó jelentése az, hogy szeretni valakit. Azaz. A milyen, milyen, értelemben használja az írás? Elsődlegesen szeretni valakit. Ez magába foglalja az emberek egymás közti szeretetét, családon belül, illetve fizikális szeretetet. A, az ember étvágyát a különféle ö, Úgymond tárgyakra az éte, ital, alvás vagy a bölcsesség, az ember szeretete Elohim irányába, illetve a baráti szeretet, illetve Elohim szeretete az ember felé. Ilyen értelemben használja az írás. A Strongs konkordancia definíciója, a Hev, melynek jelentése valamiféle vonzalmat érezni valaki iránt, szeretni valakit, kedvelni valakit a Héber Káldeusi lexikon pedig vágyakozást jelent, vagy pedig lélegezni valami után. Vágyakozni, vagy lélegezni valami után. Azonban ennél egy érdekesebb dolgot is felfedezhetünk. Még pedig az, hogy három karakter alkotja az Ahav szót. Alef, Hei és a Bet. Alef, az ugye egy ökörnek a feje, amely az atyát jelképezi, vagy a vezetőt, vagy pedig a vezető általi tanítást, erőt, vagy hatalmat jelent. Ez az alef. A hely az egy ember, aki felfelé tartja a kezét, és ez jelenést jelent, megvilágosodást, valaminek a, a szemtanúját jelenti, az, hogy, vagy lélegzetet, vagy sóhajt jelent. Míg a bet, az pedig egy ház. Ez a jelképe annak, hogy valami ben vagyunk, de elsősorban a ház, a család, vagy pedig a gyülekezet, valami ben, vagy valami vel lenni. Ez pedig a fiú, a jelképe. Ha összeolvassuk a hármat, úgyhogy alef, bet, hely, azaz kívülről befelé haladva, akkor látjuk azt, az egyik lehetséges módja az, hogy az atya, vagy az erő és a hatalom a családban, vagy a gyülekezetben, vagy a házban jeleníti meg magát. Ez a szeretet. Az atya az egységben, a házban fedi fel magát, vagy jelenik meg. Ez a szeretet lényege. De ennél egy nagyszerű értelmezési módja is van, ha megértjük azt, hogy az Alef az atya, a Bet a fiú, a Hei pedig a jelenés, a megjelenítése valaminek, vagy pedig a Szentlélek, a Ruach. Ha, 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 megértjük azt, hogy az új szövetség tanúságot tesz az ószövetségről, hogy hogyan is kellene élnünk, akkor látjuk azt, hogy az atya a fiúban jeleníti meg magát. Az atya a fiúban jeleníti meg magát, mint a lélek. Ugyanis ez az atya, a fiú és a lélek jelképe. Az atya megjelenik a fiúban. Ez a szeretet. Honnan tudjuk azt, hogy az üzenet mind végig az volt, hiszen ez tele van ezzel az egész, az egész Ószövetség. Itt egy nagyszerű példa azok számára, akik azt mondják, hogy más törvény vonatkozott a jövőre, mint az úgymond zsidókra. Vagy azoknak, akik azt mondják, hogy a szeretet az új szövetségben jött el. Háromózes a Ikra 19.34. Olyan legyen néktek a jövővény, kínálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna. És szeressed azt, mint magadat mert jövevények voltatok Egyiptom földjén, én vagyok a huati hatalmasságotok. Ez a szó, szeressed azt, a hev. Ugyanaz a szó, amit használt Máté, Lukács és Márk, hogy leírja azt, hogy mit jelent az, hogy szerest vele barátodat, mint te magadat. Honnan tudjuk, hogy ugyanaz a szó? Onnan, hogy egy szó szerinti idézetet hallhattunk a tanákból a tanákban ezt a szót használja. Tehát ott is ezt kell, hogy használja. Így működik a két szövetség kéz a kézben. Így tudjuk definiálni az egyikkel a másikat. Az új szövetség önmagában értelmetlen. Aki csak azt olvassa, nem véletlenül nem érti a teremtő üzenetét. Az új szövetséghez szükség van az ószövetségre. Az ószövetség szótárként használ. Funkcionál az Új Szövetségnek. Meg lehet nézni a szavak jelentését, hogy mi az, amit értettek azok az emberek, akik az úgynevezett Új Szövetségben használták, nem véletlenül idéztek belőle. Azért idéztek, hogy mi visszamenjünk, megkeressük a jelentést, behelyettesítjük, és úgy értelmezzük az ő üzenetüket. Nem a saját fejünk után menve, vagy a szótár szerint, vagy a világ szerint, vagy a Facebook szerint, hogy mit jelent a szeretet hanem visszajövünk ide, és meglátjuk azt, hogy ez a könyv, amit Ószövetségnek hívnak, tele van a szeretetről szóló üzenetekkel. Erről szól az egész könyv. A törvények, a proféták és a zsoltárok. Onnan tudjuk, hogy többek közt Jakob, a második fejezetben így ír. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt, az írás szerint mi az írás? Lukács 24.44-45, az írás a proféták, a törvény és a zsoltárok. Az, a királyi törvény az írásban van. Mi a királyi törvény? Az, hogy szeresd a jövevényt és a felebarátodat, mint magadat. Ez a királyi törvény, és szeresd a huát teljes erőből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes szívedből. 5 Mózes 6, 4, 6 ez a királyi törvény. Mit javasol Jakob, ha megtartod a királyi törvényt? Az írás szerint, az írás szerint, mi is ez? Szerest fele barátodat, mint te magadat jól cselekeztek. Ezek szerint ők végig tudták, hogy miről beszélnek. Ők végig tudták, hogy az írás üzenete a szeretet. Ez nem az új szövetséggel jött el, az üzenet mindig is ez volt, az emberek nem értették akkor ugyanúgy, mint ahogy most. Saul szintén tudta ezt, nyilván tudta, Rómaiakhoz 13, 9-es így szól, mert ez ne paráznák, hogy ne ő, ne oroz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj. Mi ez a 10 parancsolat? Második Mózes 20, 5 Mózes 5. Visszautal arra? Megismétlőket? És ha valamely más parancsolat van, azaz van más parancsolat kell, hogy legyen, hisz ezért mondja, ha van valamely más parancsolat, felsorolja a 10 és úgy van vele, hogy nem sorolja fel mind a 600-at minden levélben, mert tudja, hogy majd az embereket megtanítják szombaton a zsinagógában, ahol tanítják Mózes törvényét, apostolok 20-21, ahol ezt javasolja a pogányoknak, hogy menjenek a zsinagógába szombatonként, mert ott megtanítják Mózes törvényét. Azaz, a többi törvény, ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe. Melyikben? Szeresd fele barátodat, mint te magadat azaz ez foglalja össze a parancsolatokat. Melyik parancsolatokat? Azokat, amiről tudjuk, hogy az írásban van, hiszen a Siák megmondta, Jakov megmondta, Saul most mondja. A szeretet nem illeti, illeti a felebarátot. Miért? 3 Mózes 19.34, 3 Mózes 19.18, szeresd felebarátodat, mint magadat. Szeresd, azt, szeresd a jövevényt, mint magadat. A törvény egyenlő a szeretettel. Saul erre visszautal, a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Mi a szeretet? A háv. Az atya megjelenik a fiúban. Saul ugyanazt mondja, mint az összes többi. A törvény egyenlő a szeretettel, tanuld meg, élj úgy, és akkor eljutsz a királyságba. Ezt jelenti a megtérés, természetesen csak az újjászületéssel lehetséges ez, ami a hit által érkezik meg. Haladjunk tovább, nézzünk még egy példát, 5 Mózes 5-10. Nézzük meg, mit ír itt a szeretető, de irgalmasságot cselekszem, ezer ízig len azokkal, akik engem szeretnek. Azaz, akik őt szeretik, azzal lesz irgalmas, ezer ízig len. Kik, akik engem szeretnek, az én parancsolatimat megtartják. Ezt jelenti a szeretet. Melyik szeretet? Az, amelyikről már itt úgy ír, hogy szeres vele mint te magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ő is ugyanazt magyarázza, amit itt magyaráz. Aki szeret, az megtartja a parancsolatot. 3.19.18. Szeres vele mint te magadat. Ezt jelenti a parancsolat. Erre utal Mák, erre utalt Lukács, erre utal Máté, Saul a rómaiakhoz, Jakov, az összes többi. Ezt próbálja magyarázni ezt szerették volna átadni. Ehhez szükséges az, hogy az ember visszamenjen az ótestamentumon, megnézze, hogy mit értettek ezek az emberek az alatt, az behelyettesítse, és onnan fogja megérteni, hogy mi az új szövetség üzenete. Az új szövetség önmagában nem használható. Hiszen nem tartalmazza a teljes leírását a törvényeknek. Ugyanaz a kifejezés, ami itt szerest, fele barátodat, ugye, ami ebből az idézetből jön, 3 Mózes vajikra 19-18, szintén szerepel itt 5 Mózes 6, 5-től 10-ig. Szeresd azért Jahuát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Szó szerinti idézet, már 12-30. Szeresd azért huát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, ez az első parancsolat. Szeresd, ugyanaz a szó, amit itt olvastunk, Ahev, vagy amit itt, irgalmasságot cselekszik, akik őt szeretik, és a parancsolatait megtartják a hev. Ugyanúgy, ahogy itt, 5 mózes 6, 5, Szeresd azért, ja a te hatalmasságodat, teljes szívedből, a teljes lelkedből, a teljes erődből. Onnan tudjuk, hogy ugyanaz a szó onnan, hogy ugyanaz az idézet. Ugyanaz a szó kell, hogy legyen. Ezek az emberek pontosan ismerték az írásokat. Ezért tudjuk, hogy ez ugyanaz a szó. Ami itt szeretetet jelent, az ugyanúgy szeretetet kell, hogy jelentsen itt. Ezért használták ugyanazt a szót. Még egyszer használja, második pedig hasonló szerest fele barátodat, mint te magadat. Honnan tudjuk, hogy úgy jön az a szó? Onnan, hogy 3 és 1918, ugyanez az idézet olvasható. Remélem értető mindenki számára, amit próbálok magyarázni. Az új szövetségből szépen visszamenjük a Hanákba, az Ószövetségbe, megnézzük, hogy ők mit értettek ezen, és onnan meg, meg tudjuk érteni az üzenetét. Szeresd Jahúát a te hatalmaságodat teljes szívedből, a teljes lelkedből, teljes erődből. Megmagyarázza, hogy mi is ez. Márk már nem magyarázza meg, nem kell, hogy megmagyarázza. Tudja, hogy szombaton a zsinogógában tanítják a, az írást. Tudja, hogy a siák erről tett tanúbizonyságot, azt mondta, hogy tér meg, Szüles újra, ismerj meg és járj abban, nem kell, hogy megismételje. Tudja, hogy ezek az emberek meg fogják keresni, mert ők nem úgy gondolkodtak, hogy az ószövetség az átok, vagy az bűn, vagy azt eltörölte, vagy az ó. Ők úgy gondolkodtak, hogy az Elohim szava. Tudta, hogy vissza fognak menni, és meg fogják érteni, hogy az, hogy szeresd a huát, a te hatalmasságod, a teljes szívedből, a teljes lelkedből, a teljes erőből, mit jelent? Ez igék, melyeket te mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ezt jelenti az, hogy valaki szereti Jahuát. Ugyan erre szólít fel itt a mesiák. Minek magyarázna ennyit, hogyha aztán a halála után eltörli az egészet, vagy megváltozik? Semmi értelme annak a gondolkodásmódnak. Mire szólít fel továbbá, 7-es vers, gyakoroljad ezekben, a te fiadat, tanítsd meg neki, szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, erről beszélj mindig mikor úton jársz, mikor lefekszel, mikor felkelsz. Kössed azokat a te kezedre, jegyül, legyenek homlokkötőül a te szemeid előtt. Nem csak, hogy ez a szeretet, nem csak, hogy ez az út az üdvösséghez, hanem ez az a jegy, ami megkülönbözteti az embert a fenevad csoportjától, aki az ember jobb kezére és az ember homlokára teszi a jegyét, ez az a jegy, ami megkülönbözteti a két csoportot. Aki szeret, aki ezen az úton jár, annak a parancsolatok lesznek a kezére jegyőkötve, és homlokkötőül a szemei elé, ő így fog cselekedni, így fog gondolkodni, és így fog élni. 5 Mózes 7, Teberim 7, 9, így folytatja ugyanezen a vonalon haladva, és hogy megtudjad, hogy a hua te hatalmasságod, ő Elohim, hűséges Elohim, ki megtartja a szövetséget, és irgalmasságot ezer íziglen azok iránt, akik őt szeretik, és a parancsolatait megtartják. A szeretet egyenlő a parancsolat megtartásával. Erre szólít fel Márk 12.30-32-ig a messiák maga. Értsd meg, hogy az egyetlen út az az, hogy a parancsolatokat megtartod. Persze ez a szeretetben nyilvánul meg, azonban ehhez tudni kell a részleteket. Azt jutalmazza meg a teremtő, akik őt keresik, nem azt, akik mondogatják ezt. Még egyszer mi is a kérdés? Adonai, mit cselekedjem, hogy az örök életet elvehessem, Lukács 10? Máté? Mester, Adonai, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Márk? Melyik az első minden parancsolatok között? Szeresd, Jakuát, te hatalmaságot, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Mit akar? Azt, hogy menj vissza, találd ki, keresd meg, fejtsd meg, kutasd ki, hogy mit jelent ez. Mert itt nem magyarázza meg, hogy mit. Azt mondja, hogy ez az első parancsolat. Mi a második? Szeres fele barátodat, mint magadat. A második nem az, hogy ne csinálj magadnak faragott báványokat? Akkor ezek szerint azt akarja, hogy fejtsük meg, hogy mi a parancsolat. Az első az, hogy ne legyen másik hatalmasságunk Jakuha előtt. Ezek nem azok. Azt akarja, hogy fejtsük meg, hogy miért ezeket magyarázza. Menj vissza, találd meg ezt az idézetet, honnan jött. Találd meg, és utána meg fogod érteni az üzenetet. Nem véletlenül ismételgeti ezt. De itt meg is adja az egyik utalást. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Még mindig a törvényről meg a profétákról van szó. Folyamatosan arról van szó. Azt kérdezi, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Ezek az emberek tudták, hogy a törvény nem megy sehova. Ők tisztában voltak vele, hogy a törvény maga hua. Az ő szava az, amiben ő él az nem változik meg soha, nem változhat meg. Számukra nem volt kérdés, hogy a törvény áll. Csak nem tudták, hogy hogyan kell értelmezni. Ezért jött el a megváltó szava, mint egy ember, hogy megmutassa, hogy betöltse, hogy itt legyen, hogy lássák az emberek a példát. Ha visszamegy, Látja azt, 5 Mózes, Deberim 11.1. Szeresd azért Jahuát, a te hatalmasságodat, tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit, parancsolatit minden időben. Ez az, ahogyan szereted. Ez az egyetlen dolog, amivel foglalkoznod kell. Prédikátor 12-14 Féld Jehuát és tartsd meg az ő parancsolatait. Ez az ember fő dolga. Ennyi a dolgod. Tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit, parancsolatait. Miért? Azért, mert e két parancsolattól függ a törvény és a proféták. A proféták és a törvény, illetve a zsoltárok az, ami szeretet tanítja az embert. Nem lehet az új szövetséget használni, anélkül, hogy az ember vissza ne menne, és meg ne érteni azt, hogy mi is az, amiről beszél. Hogy mennyire időtlen az ő törvénye, mutatok erre egy példát. Mit mond? Szeresd Jehuát a te hatalmasságodat, Tartsd meg az ő megtartani valóit, rendeléseit, végzéseit, parancsolatait minden időben. Bersit 26.5. 1 Mózes 26. 5, Mivel, hogy Ábrahám hallgat az én szavamra, mit csinált? Megtartotta a megtartandókat. Tartsd meg a megtartani valókat. Parancsolatimat. Parancsolatait. Rendeléseimet. Rendeléseit. Törvényeimet. Végzéseit. Ez az ami a kezdetektől fogva, amiről ő beszélt. Ez az, ami soha nem fog elmúlni. Ábrahámnak ugyanazt mondta, amit itt mond a Izrael törzseinek. Az, amire itt szólít fel a Messia, nem csak, hogy Izrael törzsét mindenkit. Erről beszél. Ez a szeretet. 19.9. Hogyha megtartod minden parancsolatot, megtévén azt, amit én parancsolok néked, hogy szeressed Jakuát, a te hatalmasságot, és járj az ő utai minden időben, akkor e háromhoz szerez még három várost. Hiszen a parancsolat egyenlő azzal, hogy szereted Jahuát. Erről beszél Máté, Márk és Lukács. És az egész könyv mellesleg. Á, persze, de lehetetlen megtartani, senki nem tudja, ez egy átok, ez egy büntetés, ez egy rabság. Nézzük meg, mit mond egy Jahukanon, ötös fejezet 1-től Csak azért, hogy ne a saját fejünk után menjünk, mint a bolondok, hanem nézzük meg, hogy mi az, amit ők mondanak erről az egészről. Mindaz, aki hiszi, hogy a húsák, a másiák Elohimtől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Azaz, aki szereti a húsák, a másiákot, az szereti az atyát, aki az atyát szereti, az szereti a fiút. A fiú a megtestesült szó. Aki szereti a fiút, a szót, a törvényeket, a profétákat, a zsoltárokat, az szereti az atyát, aki nem, az nem. Ugyanaz az üzenet, így vagy úgy, csak egyszerűen nem szó szerint írják le, hiszen aki keresi, az az, aki el fog jutni hozzá. Második, abból ismerjük hogy meg, hogy szeretjük az Elohim gyermekeit, ha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk, akkor még mindig azzal fáraszt minket Jehukonon, hogy a parancsolat egyenlő a szeretettel, és nekünk azokat meg kellene tartani. Nem a messiák parancsolatairól beszél. Itt Elohim van. Onnan ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, ha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Miért? Azért, mert szeresd fele barátodat, mint te magadat, szeresd Jehuát teljes erődből, teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes elmédből. Ez kettőn függ a törvény és a profiták. Ez a parancsolat. Ha szeretjük, akkor szeretjük az ő gyermekeit, hiszen úgy élünk a parancsolatok szerint. Még mindig arról beszél, hogy a parancsolatokat megtartjuk. És már a siák sajnos nem volt köztük. A halála után még mindig a parancsolatokról papol Jehukonot. Hármas, mert Elohim szeretete az, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, tehát másodjára is elmondja. Csak azért, hogy a lassabbak is megértsék, hogy az Elohim szeretete az, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Sőt, hozzáteszi, hogy az ő parancsolatait pedig nem nehezek. Nem, hogy ez nem rabság, vagy átok, vagy hogy senki nem tudja csinálni, vagy hogy ezt azért kellett eltörölni, mert nem lehetett betartani, neki más véleménye van erről az egészről. Ő valahogy nem egyezik meg azzal, amit a keresztények túlnyomó többsége próbál elhitetni magával és mindenki mással. Ő, ő valahogy az ellenkezőjét próbálja magyarázni. Nem, hogy a parancsolat egy átok, meg egy bűn, meg nem lehet megtartani, meg ezt el kellett törölni, ő, ő az ellenkezőjét állítja. Ő azt mondja, hogy ha szeretjük Elohim gyermekeit, meg őt, akkor megtartjuk a parancsolatait. Mert Elohim szeretete az, hogy megtartjuk a parancsolatait. És ezek ráadásul nem is nehezek. Akkor hogy lehet az, hogy ez, ez, ez a rész kimaradt azoknak, akik, akik, ennek az ellenkezőjével hódítanak meg lelkeket, meg, meg ezt terjesztik? Hogy ez egy átok, hogy senki nem tudja, ettől meg kellett szabadítani minket. Azért, hogy ehessünk azt, amit akarunk. Úgy járjunk, meg úgy éljünk, ahogy akarunk, meg úgy beszéljünk, ahogy csak akarunk. Mikor itt az ellenkezőjéről van szó. Mostanra remélem mindenki érti, hogy ez a szeretet, ami itt van, ez ugyanúgy az Ahav szó, hiszen ugyanabban a környezetben van, tehát ugyanoda be lehet helyettesíteni az összes többi? Tartsa a parancsolatait, a rendeléseit, a végzéseit, az utasításait, az instrukcióit, a torát. Röviden. Hiszen ez az ő szeretete. Ezek a parancsolatok pedig nem nehezek. De ezt el kellett törölni, hiszen ezt senki nem tudta betartani, és ez egy átok volt, és ez rabság, és ezt nem lehetett betartani. Mm, nem biztos, hogy így van. Lukács első fejezet 5-6 Herodesnek a Judea, vagy a Huda királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, az ő felesége pedig haron lányai közül vala, és annak neve Erzsébet, azaz Zakariás és Erzsébetről beszél. Mind a ketten igazak valának Elohim előtt, kik Jahuának minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak akkor minek jött eltörölni, mikor ezek az emberek szerencsétlenek tökéletesen jártak azon az úton, csak azért, mert a nagy többség már akkor se akarta, meg a nagy többség már akkor se értette, meg nem is érdekelte ez az egész, nem fog eljönni, hogy szaporítsa a bűnt majd a királyságban meg a világon, mikor emberek minden egyik igyekezetükkel azon voltak, hogy tökéletesen járjanak, és sikeresen végrehajtották ezt. Lehetséges, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy nem -e a saját feje után megy az ember. Hiszen amennyiben azt, amit gondolunk, vagy amit állítunk, vagy tanítunk, vagy mondunk, nem lehet alátámasztani az írásból minden egyes szavát, akkor az nem más, mint egy filozófia. Ami lehetséges, hogy igaz, és egyezik azzal, amit a, a teremtő mond. Azonban mindaddig, amíg arra nincsen, nincsen bizonyíték az írásból, addig csak egy filozófia marad. Kereszténység nem más, mint egy filozófia. Az emberek nagyszerűek, és jó hiszeműek, és jó szívűek, és keresik az igazságot, de ebben sokkal több energiát kell belefektetni. Vagy ez az elsődleges cél az ember életében, vagy akkor érdemesebb inkább élvezni azt a maradék időt, ami még hátra van? Az új szövetséget csak és kizárólag az ószövetséggel lehet megérteni. Ezt szerettem volna elmondani, és nem megbántani senkit. Nem arról van szó, hogy mindenki ostoba és nem érti. Arról van szó, hogy ez az igazság tetszik vagy sem. Nem azért, mert én mondom, azért, mert ez van leírva. Azért, mert minden erre utal. Mindenki az írásban kivétel nélkül ezt szajkozza. Ezért ez az igazság. Ez a teremtő szava. Térj meg, kövesd a parancsolatokat, higgy, szüles újra, és élni fogsz. Ez az üzenet a könyvnek. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja.